Cheer everyone. Cheer everybody. Yes, Daddy. No, akkor Dizania. Vagy Dizania. Igazából nem tudom. De csapathatjuk. Dizania. Alapból a 24-em rajta. Azt úgy. Nem egy kint már előző jó, és volt, hogyha jól emlékszem. Hát nyilván jól emlékszem, mert egyrészt pár percet vettem fel, másrészt nem csinálhattam, mert nem emlékszem arra, mert akkor emlékeznék, hogy csináltam volna. Nyilván. Rekordot videón kívül mondjuk. Jó, spam gyakorlatot. Nem, egyáltalán nem timing. Jó, nem timing ez az. Easy. Jó, ezek se timingok? Hű, nem tudom. Kiderül majd. Babara, babara. Ó, more. Ott van Chris karaktere. A cube-ja. A legjobb cube az egész játékban konkrétan. A legmenőbb, a legcoolabb, a legfreshebb, a leg... És nagyon jó is amúgy. Nagyon jól néz ki, nagyon jó. Mechanikájú, funkció is nagyon jó. Igazából mindenre jó. Timingolni jó. Zseniálisan néz ki, nagyon cool. Szóval minden. Ott lesz. Ott van az. Arról beszélek. Szerintem a zseni cube amúgy mindegy. Piff! Na vajon, hogy haltam meg 24-be? Hát nem tudom, úgy mondjuk. Jó, nem vészes nyugi. Bibi. Oh my goodness! Hoppa timingbe, figyel! Hú. Oké. Alright. Not too bad. Not too bad, but not too good. Not. Jó, mindegy. Not too bad. Tüdüke. Hopsi. Holy shit, man. Mi? Ja, hogy ott volt ennyi. Pripyat. Rossz hely, csúnya hely, nem szeretjük. Nem szeressük. Ez van, eszkő, szeressük, de Pripyatot nem szeressük. Wow, micsoda reflexek, keci. Micsoda epic skillek. Uram, atyám, meg őrülök. Ó, még vakarózik a fiú, még vakarózik, miközben játszik. Micsoda skilles player, hát még vakarózni is tud, miközben játszik. Hát. Komolyan mondom, jobb, mint technikál, aki kivitte a Tortoruszt. Bim. Easy. De gyakorlatilag hibátlan. Bum, ne. Okay. Mondjuk nyomtam, de még jó, hogy nem vette be. Na, máskor bezzeg beveszi. De, hála Istennek, most nem vette be. Most jó, legalább új rekord, érted.
Na, praktiszolás nélkül. Jó, ezt lehetetlen kivinni praktiszolás nélkül. Ez az Iridium Démon praktiszolás nélkül. Most kitaláltam meg egy új challenge-et, de első hivatalos médium démonok praktiszolás nélkül. Amint, hogy nem az első hivatalos médium démonok, mert már van csomó hivatalos médium démonunk is. Csak úgy, hogy az első olyan médium démonunk legyen meg, amit praktiszolás nélkül teljesítettük, és ez a dizájnja erre tökéletes, mert nagyon könnyű médium démon. Easy démonnak is olyan közepes nehézségűnek mondanám szerintem. Az maximum, de nem biztos, azért lehet nehezebb valamennyivel, mint egy közepes nehézségű Easy démon, nem véletlen lehet médium démon, és nem is mondják mondjuk a chaten, lehet a kommentációban, tehát a kommenteknél ott a pálya alatt, hogy ez most egy miért egy médium, nem reklamálnak, úgyhogy lehet, hogy tényleg egy médium. Meglátjuk, az tudja, hogy nem az első harmada miatt a pályának, szerintem azért az látszik, hogy az Easy démon, de ez mindig is Easy démon volt, ha jól tudom, szóval valószínűleg át fog ez pecselődni, vagy valami olyasmi, hogy úgy mondjam. Nem pecselődni, de az meg megint meghaladom 38%, már új rekord úgymond. Lényegében új rekord, csak most közelebb álltunk. Mármint, hogy ugyanannyi. Tehát az előbb is 38%-ot szereztünk, tehát gyakorlatilag szinte két egymás követő attempbe szereztünk. Ugye 38%-ot, az első attempbe ugye rekord. És lett a második attempbe, meg szerintem szintén rekord, mert ugye az első attempbe ott a tüskébe haltunk, meg itt meg később, tehát meg túl jutottunk a később, de hát ugyanabban a százalékban haltunk meg még mindig, csak úgy értve rekord, hogy továbbítottam mégiscsak el. Ugyanígy volt a százalék, de gondolom a százaléknak a vége felé volt ez is, szóval értitek, hogy miről beszélek. Ha nem, akkor dobjátok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, köszönöm. Mert ezek a videók, ezek nagy munkát igényelnek, nem egyébként nem. Nem kell engem itt ízés iratni, hogy jaj, egész életem a videózás, meg minden, de a fenéket. Videózás utolsó dolog, amivel foglalkozom. De hobbiból azért csapatom. A videó felvevősének még igazából semmi. Tehát nem kell emiatt nekem, nem engem síratni, vagy nem tudom. Nyilván nem sírat senki, csak érted. Úgy értem, hogy nem tudom, hogy értem mindegy. Az a lényeg, hogy ez már rekord. Wow, milyen jós vagyok. Ugye milyen jós vagyok? Ugye milyen jó jós vagyok. Easy Spider. Hopp, mondjuk ez egy picit nehéz átmenet itt. Persze, miért nem, ugye? Na most már legyen izé. Yes! Hó, most már legyen 50 legalább. Amit, hogy második felével érte, jussunk már, azért ez menő lenne. És ez már második fele, 54, jöjjön. Easy. Első részben 54%. G-tre, freaking G-man. Holy shit, jó. 8. percben, első 8 percben. És még a videónak, hát jó. Számtanilag már nem a közepén járunk, mert számtanilag 15 percnek a közepén az 7,5 perc, de most érted, majdnem a közepén. Mindig csak a közepe felé, közepe tájékán tartunk, tehát 8 percnél az semmi, és már is tűzöttünk a felén, szóval. Mi lenne, hogyha kivinnék? Nem mondjuk, hogy hülyéskerek, de új rekord még. Hát még talán egy rekord belefér, nem tudom. Elég nehéz lesz ezt megdönteni, nem tudom ezt is, hogy csináltam, de mindig. Lényeg az, hogy 50, nem tudom mennyi. 54, nem? 54 az. Hát remélem, jól emlékszem, és nem fogok leírni előttedek, hogy nem emlékszem arra, ami 10 másodperccel konkrétan ezelőtt történt, de se bajom, úgy áll, nem. Ja, nem tudom egyébként ott, hogy haltam meg 24-nél, mármint amikor még elkezdtük, tudjátok ezt az egész videót, ezt az egész fasságot. Hogy most köttekkor most dizonyázni fogunk. Ilyesmi, értitek? De mindegy. Figyeljetek, ma is kivittünk egy démont, 40. démont, praktiszolás nélkül fluttoltuk 57-ről, hogy easy bízi, nem az easy. Szilu. Ez valami magyar srác, ez a Krisz amúgy? Nem hiszem. De nem tudom amúgy, szerintem. De... Hopp. Aha. Vagy ott az, tehát lehet azon menni, ott hopszácska. Hopszárécska. Rekord. Woohoo. Go. Dual. Jó, néz ki. Jónak néz ki. A fasza konkrétan. Talán a rekord után egy vagy két attempt el, már is új rekord. Hát csak mondanom kellett igazából 57%, gyönyörű. Amit hogy a rekordot értettek, hogy még talán belefér egy rekord.
fenéket, talán még kettő is, még több is belefér, csak nem látom, hogy van ott egy dual portál, és azt hittem, hogy csak úgy simán le kell menni, az várok alatt semmire, hogy a sült galamba számba repüljön, de hát van, várhattam. Örökké nem jött a sült galamb. Ám úgy most nem vagyok ilyen récses kedvemben, most én boldog kedvemben vagyok, nem tudom miért, azért mert este van, és mindjárt suli. Amit úgy érve, hogy holnap reggel nyilván suli, de április. A faszt! Ja tényleg, hú, már tudom mitől vagyok ilyen boldog, nem egyébként hülyeskedek, nyilván tudtam róla. Orbán Viktor bejelentette, hogy május 10-től megyünk csak mi felsősök iskolába, általános iskolába. Ami azt jelenti, hogy ja, aki még nem tudott róla, akkor köszönje meg nekem, hogy itt tudott meg róla, mert fontos, tehát nem, nehogy valaki elinduljon a suliba hétfőn, és csomó alsóssal találja magát. Hogy be se engedik be, azért mely felsős, és ja, mi üzé, portás kérdezi, mi azt szart kereselte így gyermekem, hát nem hallottad a híreket, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy május 10-től nem lesz suli a felsősöknek, legalábbis az alsósok. Ott egy csomó alsós portás leszívott. Hanem most azt mondja, mi csinálja. Ja, ez Krisz része tényleg. Aztán, azért mondod, még nem örülné. Ó, bakker. Igazából csak engednem kellett volna, tehát nem tudom, mit keménykedtem ott, hogy de. De megint vagy akkor 58 fasz, 100% progresszt, akit érdekel. Konkrétan próbálkozásonként, tehát próbáként, a tempetként jönnek az új rekordok, tehát nem is kell, csak végigbeszélem az egész időt, azt már eljutunk 60-ig, geci. Lényeg az, hogy akkor ott nem kell ott vizélni, hogy ba-ba-ba-ba-ba, hanem csak simán azt úgy vízbe. Szóval, ja. Hogy valakiben menjem hétfőn a súlyba, mint felsős, mint hivatalos hatodikus, vagy hetedikes, vagy nyolcadikus. Meg hát nyilván ötödikes, de érted. Mi vagyunk hatodikusok. Utána már könnyebb volt folytatni a számtani sorrendben, hogy akkor 7, 8, 9, ja, az már gimi, hopszi. De érted, hogy tudod, azt nem tudom, mi hagytam ki. Az a lényeg, hogy 6-tal kezdtem, és már akartam folytatni, úgyhogy 7, 8, azt ennyi. Legalább a sztori. Ja, nagyon izgalmas, tudom. A legizgalmasabb sztori, amit valaha hallottatok. Vagy történet, na. Mi a sztori? Egy pillanat, csak konkrétan konkrétan. Na mindegy. Megbizonyázunk. Right, just you got a little problem, Houston. Oké, okay, jó. Most már elhárult a veszély. Mert nem láttam, hogy konkrétan hol a speederem. Hova megyek? Hol kell nyomnom? Mi van? Tehát, hogy Ábrámba vagyok, vagy Csimán vagyok, meg hogy mit kell nyomnom, meg hogy hol vagy. Lábbázd meg, jó, akkor mondja, ez a videó ennyi lett volna, most már maradék két percben úgyse fér bele, még egy 30 vagy 40%-os pluszos progress, 58%, tehát egy rekord lehet ez, hogy beleférjen már, ugye a maradék két percben. Mert úgyis az ugye 15 percre koncentrálunk, de most koncentrálok a 15 percre. Én ezt majd csak akkor, hogyha kivittük már 23, hát ilyen praktizálás nélkül azért mégiscsak nehéz egy telébe vett. Izei, médium démot kivinni, de állok elébe. Holnap rá úgyis easy démon lesz, úgyhogy nem fogok emiatt csorálkozni. Igazából megérdemli az easy démont. Vagy nem, ja, tehát nem érdemli meg a médium démont, inkább így mondanám, mert inkább az easy démont, de lényeg az, hogy ja, az volt a dizania. És igazából, ja. Cső. 41. démonunk, ez lesz 100%. Na nem, biztos, hogy nem.